igazi vakáció, majdnem 1000 gyermek nyaralt a hegyvidéki Mátyás táborban. Olcsón veszünk veszélyeset, óvatos becslések szerint nálunk minden 8. termék hamis. Velünk élő vadállatok, a kánikulában mi is segíthetünk. A budai híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Felülmúlta a várakozásokat a bruttó hazai termelés második negyedévnyi növekedése. A Központi Statisztikai Hivatal ma kiadott első becslésében 4,6%-kal nőtt a GDP áprilistól június végéig, az egy évvel korábbihoz képest. Ez minimálisan múlta felül az első negyedévi növekedést. A pénzügyminisztérium illetékese szerint a növekedés mögött elsősorban a piaci szolgáltatások állnak, és hozzájárult az ipari termelés emelkedése. Más elemzők szerint a mezőgazdaság rendkívül jó eredményei is sokat tett az eredményhez. Nem növekedtek a mezőgazdasági termelői árak az elmúlt esztendőben. Ez az összegzés is a KSH által készített anyagban olvasható. A gabonafélék ára ugyan majd 13%-kal emelkedett, ám a gyümölcsöké 20%-kal esett vissza. A tavalyi év hasonló időszakához képest bizonyos megyfélék például 40%-kal voltak olcsóbbak idén, az élő állatok ára 8%-kal mérséklődött egy év alatt, ezen belül a vágósertésekért majdnem 20%-kal kellett kevesebbet fizetni, mint 2017 közepén. Rekordszámú táborozó töltötte az idei szünidőt a hegyvidéki Mátyás táborban. Az évről évre egyre népszerűbb Mátyás táborban idén is változatos és színes programokkal várták a gyerekeket. Hűsítő csobbanás a medencébe, óriás homokvárépítés vagy éppen kártyaparti. A hegyvidéki önkormányzat által fenntartott Mátyás táborban minden gyerek megtalálhatja a számára legideálisabb elfoglaltságot. A tábor az idei turnusban is változatos színes programokkal, sportvetélkedőkkel és kirándulásokkal várta a gyerekeket, hogy felejthetetlen élményeket szerezzenek a szünidőben. Arra tettük a hangsúlyt főleg, hogy minél több kulturális élményben legyen részük a gyerekeknek. Ez abban mutatkozott meg, hogy ez a 8 hét, ez fel lett építve Mátyás király és a korabeli ugye reneszánsz kor, és ahogy az emberek öltözködtek, hova jártak, mit csináltak, és magával Mátyás királlyal, az ő életével, és az abban a korban lévő mindenféle dologgal kapcsolatban sikerült ezt a 8 hetes táborban ezt valahogy így belehozni. Az évről évre egyre népszerűbb táborba idén mintegy 950 gyerek jelentkezett. A szervező Hegyvidéki Szabadidősport Központ vezetője elmondta, hogy a nagy népszerűségnek köszönhetően már egyre több táborozó érkezik más kerületekből. Ez a napközis tábor, ez kifejezetten a kerületi gyerekeknek van, tehát ezért ezt kell biztosítani az önkormányzatnak, mint kötelező feladat, viszont tényleg egyre többen, több külsős is jelentkezik. Az idei évben azt hiszem ez volt eddig a rekord, hogy mennyi külsős. A Budakesziről is jönnek, a másik külsős kerületekből is jönnek, mert azt hallották, hogy mennyire jó itt, milyen fantasztikus környezetben tudnak, hát időzőjelben, de tényleg nyaralni a gyerekek, és ez számunkra is egy nagyon jó visszajelzés, hogy tényleg egy olyan nyugodt környezetet és egy olyan létet tudunk biztosítani itt a gyerekeknek, a táborozó gyerekeknek, hogy ne tényleg csak egy napközis tábor legyen, hanem egy olyan hely, ahol azt tudják mondani a gyerekek, hogy igen, eljöttem nyaralni egy hétre. Mócán Monika elmondta, hogy minden évben nagy figyelmet fordítanak a tábor biztonságára. Így idén is mindent megtettek annak érdekében, hogy a szülőknek ne kelljen aggódniuk csemetéig biztonságáért. A legfontosabb biztonsági faktor az, hogy egy olyan táborhelyen vagyunk, ami tulajdonképpen egy védelmi területen van, tehát természetvédelmi területen van, ahol nincs kibejárás, tehát szerencsére csak olyan autók tudnak bejönni, akik erre regisztráltak. Egy zárt területen vagyunk itt a Normafa oldalában, tehát
ez is egy biztató és megnyugtató dolog, valamint ne felejtsük el azt, hogy rengeteg pedagógus, tehát több mint 50 pedagógus vigyázott ez alatt a 8 hét alatt a gyerekekre, védőnők, szakképesített védőnők. A hegyvidéki gyermek és ifjúsági tábor jövőre is várja azokat az általános iskolás gyerekeket, akik zöld környezetben aktívan színvonalas programok között egy szupercsapat részeként szeretnék eltölteni a szünidejüket. Óvatos becslések szerint 15-20%-os létszámcsökkentésre lehet számítani a központi közigazgatásban, ezt mondta Gulyás Gergely. A miniszter szerint a jelenleg mintegy 14 ezer embert foglalkoztató minisztériumok és háttérintézmények létszámát jelentősen és gyorsan kell csökkenteni. A kormány tervei szerint 2019. január 1-től egy a párhuzamosságokat nélkülöző, takarékosabb és digitalizáció révén hatékonyabb apparátusnak kell működnie. Csak a magyar gazdaságban 100 milliárdos veszteségeket és rengeteg elvesztett munkahelyet okoznak azok a hamisítványok, amelyek főleg keleti gyártóktól érkeznek. A vásárlók sok esetben az áruk miatt tudatosan vesznek hamisítványokat, ám ezzel nagy kockázatot vállalnak. Sok gyermek kedvence Miffy Nyuszi, akinek, mint látják, vaj van a füle mögött. Pontosabban strasszok helyett gombostűk, amelyeket Németh Mónika, a hamisítás elleni nemzeti testület titkára húz elő a kis plüss állatból. Ilyen és ehhez hasonló, veszélyes és hamis termékek kerülnek a gyerekek kezébe, ha nem megbízható helyről vásárolják őket. A szakember azt mondja, az elmúlt egy évben különösen sok olyan hamis termékkel találkoznak, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve. A hamisításban a fő forrás Kína, ahonnan a termékek 73%-a kerül az Európai Unióba. Egyes országokban a hamisítók igyekeznek specializálódni egy-egy termékcsoportra, így például Törökországból hamis márkájú cipők, táskák, ruhák, míg Panamából alkoholtartalmú italok érkeznek Magyarországra is. Mindent hamisítanak gyakorlatilag, amit nem hamisítanak, majd nem gyártani sem érdemes. Tehát nagyon fontos tudni azt, hogy a hamisítók nem kímélnek bennünket, nincsenek tekintettel az egészségünkre, nincsenek tekintettel a gyerekeink egészségére. Olyan hamis játékokat láttam, ahol strasszok helyett gombostűket szúrnak bele. Tehát az a lényeg, hogy profitot termeljenek. Mi ezt szeretnénk megakadályozni. Remélem, hogy időnként sikerrel is, hogy milyen termékeket hamisítanak, mindent hamisítanak, amit érdemes, és sajnos lassan az a tapasztalat, hogy mindent érdemes hamisítani. El kell, hogy mondjam, hogy észrevehető egy trend a hamisítás terén. Régebben talán a nézők is emlékeznek arra, az úgynevezett márkásabb termékek hamisítása volt az elsődleges trend. Most már azt veszük észre, hogy nem csak ezeket a luxus termékeket hamisítják, hanem a legegyszerűbb fogkrémeket is. Tehát a néhány forintos termékekből is találhatunk hamisat, mert megéri azt is legyártani. A szakértők szerint a fiatalok több mint fele vásárolt már tudatosan hamis terméket, a legtöbben az internetről. Kiszerencsével csak valamiféle nem ártalmas, de nem is használó terméket kapnak, de azt is el kell mondani, hogy nagyon veszélyes termékeket is lehet berendelni. Hangsúlyozni kell, hogy ezek jogellenes forrásból, internetről származó termékek elsősorban. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon elég szoros az ellenőrzés, elég jó a hatósági háttér, tehát azt tudom javasolni, hogy körültekintően lehetőség szerint interneten is ellenőrzött háttérből vásároljanak. Sokan szégyellik például, hogy valamilyen betegségük van, most térjünk át például egy másik korosztályra, nem akarok sem nemet, sem terméket említeni, de ugye vannak bizonyos szerek, amit az emberek szégyellenek az orvosuktól megrendelni, és úgy gondolják, hogyha a szomszédunknak jó volt, mert azt ajánlotta, hogy ő innen és innen megrendelt valamilyen gyógyszert, az neki is hasznos lesz. Nagyon legyünk ezzel óvatosak, mert olyan károkat okozhatnak, ami későbbiekben sem orvosolható. A hamisítás elleni nemzeti testület becslései szerint Magyarországon a forgalom kiesés következtében évente körülbelül 10 000 munkahelyel kevesebb van, amiatt, mert a jogszerűen működő gyártók kevesebbet termelnek a hamisítások miatt. Hazánkban az ágazatok vesztesége emiatt 12,2%, amely csaknem 5% ponttal magasabb az uniós átlagnál. Ez derül ki az Európai Unió szellemi tulajdonképpen.
tulajdonhivatalának kiadott jelentéséből. Ők azt állapították meg 13 ágazat vizsgálatával, hogy évente 434 ezer munkahely esik ki a hamisítás miatt, és a hamisítással okozott kár az éves szinten közelíti a 60 milliárd eurót. Magyarországi adatokat tekintve mi sajnos már a 290 milliárd forintnál tartunk, ami munkahelyre átszámítva közelíti a 10 ezer munkahelyet évente. A hamisítás elleni nemzeti testület ősztől egy nemzetközi akciót hirdet majd, amikor is az online gyógyszerterjesztők és hamisítók ellen lép fel nemzetközi összefogással. A fiatalabb generációból egyre többen felismerik a nyugdíjcélú megtakarítások fontosságát, ám a többség csak 40 éves kora után kezd el gyűjteni öregkorára. Ez derült ki az egyik legnagyobb nyugdíjpénztár reprezentatív felméréséből. Noha a válaszadóknak majd háromnegyede gondolja úgy, hogy már a 20-as, 30-as éveitől be kellene fektetni különböző nyugdíjalapokba, a valóságban csak a középkorúak egy része tesz félre későbbre. A Budai Híradóban nemrég olyan madárbarát kertet mutattunk be önöknek, amelyet kis ráfordítással és kicsit nagyobb odafigyeléssel akár egy kisiskolás is jól tud működtetni. Szakértőnk segítségével most olyan lehetőségeket villantunk fel, amelyekkel sokat segíthetünk a nyári kánikulától ugyancsak szenvedő kis állatoknak. A nyár a városlakók többségének csak a vízpartokról, a nyaralásról szól, pedig minimális befektetéssel rengeteg olyan élménnyel is gazdagodhatnak, amelyek a gyerekek gondolkodását, környezetkímélő életmódját is alakíthatják. A települési természetvédelem kifejezés alatt az emberek általában a madárvédelmet értik, pedig a megfelelő fogadtatás esetén nálunk vendégeskedő rovarok és emlősök is sokkal többen lehetnek. Úgy képzeljük el, hogy a kertvárosi környezet az egy nagy végtelen óceán, és hogyha ebbe az óceánba van egy uszadékfa, van egy elsüllyedt hajóroncs, van egy korallszirt, akkor ez a végtelen óceán kínálta egyféle élőhely típushoz képest egy másikat, vagy több másikat jelenít meg. Tehát, hogyha van a hagyományos kertünk, gyeppel, fákkal, bokrokkal, ilyesmivel, és ide teszünk egy itatót, odót, darázsgarást, ilyesmit, gyíkvárat, akkor ez egy olyan kis oázis jelent, ahol több állatunk lehet, és jelenhet meg, és az az érdekes, hogy mivel az esetek jelentős részében repülő állatokról van szó, rovarok, madarak, ugyanezt jelentős részben szinte kivétel nélkül meg tudjuk valósítani mondjuk az emeleti ablakban, 8 emeleti erkélyen is, tehát ott oda is fölmennek ezek az állatok. A kisállatok, a környezetünk segítsége nagyon fontos, ám a szakértők szerint az is lényeges, hogy közben betartsuk azokat a szabályokat, amelyek a javukat szolgálják. Ilyen kitétel például, hogy tavasztól őszig semmiképpen ne etessük a velünk élő vadállatokat, mert ilyenkor rengeteg táplálék áll rendelkezésükre, és a plusz etetés torzítja a természetes viselkedésüket, valamint az utódokét is. Hiszen a túlélés helyett függő viszony alakul ki egy mesterséges, kényelmes táplálékforrástól, azaz etetőhelytől. A települési átvilág kapcsán is az az alapelv érvényes, hogy a legfontosabb a megfelelő élőhely. Tehát, hogyha maradunk a sünöknél, hogyha mondjuk a bokrok alatt hagyunk olyan részt, ahol nem gerebjézzük össze ősszel a lombot, illetve hogyha ott csinálunk a kert egy ilyen árnyékos bokrok közötti csendes részen, a szomszéd se szól meg minket, mert nem látja ilyen gajrakást, gajhulladékrakást, amire halmozunk száraz növényi részeket, akkor lesz egy ilyen természetvédelmi rőzserakásom, ami alá be tud menni a süni. Sokszor tenyérnyi foltokon biztosíthatunk mondjuk méhecske hotelekkel olyan élőhely típust, ahol nyüzsögni fognak az állatok. A természetes élőhelyhez hasonló kialakítása mellett, különösen a forró nyári napokon a friss víz biztosítása az egyik legfontosabb feladat. Ezt madarak esetében magasabbra elhelyezett, jól látható vizesedények kellett megoldani, így a macskák támadásától is megóvhatjuk őket, míg a kisemlősöknek érdemes a fűbe tenni az itatót. Hogyha itatunk a talajon is, akkor ott tudnak inni a kisrágcsálók, tudnak inni például a rovarok, onnan tudnak ott tudnak inni, illetve hogyha mellette egy kicsit kilocsoljuk a vizet, gyeptenítünk egy tenyérnyi folton, és ott van foltot, és ott van sár, akkor onnan például a kaparódar, vagy a sárfészket építő, ragadozó darásfajok tudnak fészeképítő anyagot hordani, a magányos méhek, magányos darazsak tudnak fészekbölcsőt lezáró sarat gyűjteni, tehát ez is segíti őket. Orbán Zoltánt idézve, a települési természetvédelem elsősorban az emberekről szól, ezért minél több eszközt, élőhelyet biztosítanak, annál több kis állatot csodálhatnak meg közelről, és annál több örömforrás lesz az életükben, a gyermekek életében is.
Augusztus 19-én szombaton nyílik ismét a Magyar Ízek utcája az első kerületben, a Várkert bazár szomszédságában. A Szent István napi ünnepségekhez kapcsolódó háromnapos gasztronómiai programon a Kárpát-medence jellegzetes ételei mellett meg lehet majd kóstolni Magyarország születésnapi tortáját, valamint a Szent István napi kenyérverseny győztes cipóit is. Augusztus 28-án és 29-én ismét látható lesz a Bonnie és Clyde című musical a Városmajori szabadtéri színpadon. Ezt követően a produkciót Debrecenben is bemutatják. A Szabadtér Színház júliusban mutatta be Magyarországon először a Bonnie és Clyde gengszterpáros életéből készült népszerű Broadway musicalt, amelyet a nagy sikerre való tekintettel a nyár végén még kétszer láthat a közönség a Városmajori szabadtéri színpadon. A Budai Híradót látták, adásunkat visszanézhetik weboldalunkon a www.hegyvidéktv.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!